Berta Zoltán, az Egyesület vezetője fette fel a program részleteit. Ma délelőtt egy termelő és kézműves vásárt szervezett ide a Hősök terére. Hát miért is vásárt? Mert annak idején, ugye 600 évvel ezelőtt, ugye a városi rang, a mezővárosi rang az egyben vásártartási jogot is jelentett, sőt, hát ez volt a lényege, hiszen egy bevételi forrása volt a városoknak, településeknek, hogyha vásárt tartottak. Aztán az idők folyamán többször elveszítette, újra elnyerte a város, de például 1718-ban is ugyanezt történt, hogy ugye visszanyerte a mezővárosi rangot és a vásártartási jogot, úgyhogy ezért egy kicsit őrizve a hagyományokat, visszagondolva elejénkre, úgy gondoltuk, hogy megszervezünk ide Tolnára egy ilyen termelői kézműves vásárt, ahova helyieket vagy a Duna mentén gazdálkodókat hívtunk meg. Gyakorlatilag ugye a cél az volt, hogy reprezentáljuk itt a környék az itt élőknek a helyi kis kézműves iparát, illetve népszerűsítsük a termékeiket, azokat a termékeiket, amik hát azért kézzel, családi gazdaságokban készülnek, és hát jellemzően ha élelmiszerről beszélünk, akkor ezek mindenféle vegyszer és adalékmentes készítmények. Hogy kiteljesítsük a napot, hogy megünnepeljük ezt a szép évfordulót, a délutánra hagyományőrzés egyében a bogyiszlói zenekart hívtuk el, hiszen azt gondolom, hogy a környékben, a tolnajárásban mindenféleképpen bogyiszló a legautentikusabb zenét játszák, ezért kértük föl őket, hogy zenéljenek ebből az alkalomból, aztán közösségépítő jelleggel átadjuk a szórakozásnak a terepet, 3 órától az Irigy Hónajmirigy zenekar, utána pedig a Faddi Parti Café zenekar lép föl. Itt is gyakorlatilag egy fellépő kivételével igyekeztünk környékbeli helyi zenekarokat felkérni a mai eseményre. Elég színes a tolnai felhozatal, hiszen van itt a tündércsoki, csokoládé és kávé, szárazáru, füstöltáru, lehet kapni szalámit, kolbász, szalonnát, de vannak méztermelők, 2 tolnai méztermelő is itt van a piacon, aztán kézművesek, faajándék tárgyak, könyv, van egy mesekönyv fog megjelenni a közeljövőben tolnai, most már tolnai író tollából, sőt a könyv illusztrátora is tolna. Úgyhogy egy unikális dolog, talán nem annyira a kézműves termékek közé, de mindenféleképpen büszkeség és reprezentálja azt, hogy Tolnán mennyire színes közélet van, úgyhogy ilyenekkel is tudunk szolgálni az itt élőknek. Krausz Roland termékei is elérhetőek voltak a piacon, amit büszkén mutatott be nekünk. Én 2012 óta méhészkedem önállóan. Előtte nagyszüleim méhészkedtek, tőlük jött ez a méhek iránti szeretet, illetve a velük való törődés. A mézeim az akácmézből, hársmézből, repcemézből és tavaszi virágmézből állnak főképpen. Mellette ugye megtalálható más kiszerelésben ilyen méztorony, ami karácsonykor nagy divatnak örvend. Hát piacra ritkán járok, mivel én 3 műszakozok. Így nehezen jön össze az, hogy mindig ott legyek a piacon, viszont az ilyen rendezvényeken rendszerint ott vagyok, hogyha kapok felkérést, megkeresést. Hát nagy része önállóan végzem ezt a méhészeti tevékenységet, pörgetéskor ugye akkor kell segítség, akkor azt családom, illetve a baráti körből megoldjuk. Vándorlunk is, így tudjuk színesíteni a kínálatot. Jelen pillanatban a legkelendőbb mézek az akácméz és a repceméz, illetve még a tavaszi virágméz. Ez a 3, ami nagyon kellendő. A Kreatív Ajándékbirodalom gravírozott fatermékeket gyárt már 5 éve. Csöndesné Samu Zsuzsanna beszélt a munkáikról, a gyártás folyamatáról. Veszünk egy hatalmas nagy faanyagot, betesszük a lézerbe ezt, megszerkesztjük a grafikáját, és akkor a lézer teszi a dolgát. Mindent egyedire, ahogy szeretné a megrendelő. Nagyon tetszettek nekünk, főleg a páromnak maga a gravírozás technikája, és megláttuk benne a fantáziát. Szerencsére tetszik az itt élőknek is. A webáruházunkon a www.kreatívajándékbirodalom.hu, itt tudnak rendelni. Üzletet azért nem éri meg nekünk tartani, mert majdnem minden egyedi. A legkelendőbbek a hűtőmágneseink, nagyon viccesek, jók ajándékba, de egyedi termékeket is előszeretettel rendelnek. Húskedvelőknek pedig mármorosi márkék készültek. Jelenleg Tolnán és Pakson van üzletük. Kolbászból fogy náluk a legtöbb, egyaránt kedvelik az emberek a csípős és a csemege változatot is. Kolozsvári szalonna mindent hagyományos eljárással készítünk. Kolozsvári szalonna csülök, kolbászfélék, szalámifélék, sonkák,
és különböző füstöltermékek még. Sertészsír, füstöltálóval érkeztünk, húsboltjaink vannak, piacokra járunk, és meghívást kaptunk most a kézműves vásárra, és kijöttünk. Én igazából ebben nőttem fel gyerekkorom óta, ebben saját vállalkozásként 2 éve csináljuk.